és itt a Middletons velünk, és közben ez az Instax képpel lőttem egy fényképet, hogy megörökítsük ezt a pillanatot, majd hamarosan előjön. Gratulálok, srácok! Időközben egyébként majd itt angolra is váltunk slash kedvéért. Köszönjük! Andris, hú, az nagyon-nagyon kemény volt. 9 pont, és ti jutottatok tovább a közönség szavazat által, miközben azért tudjuk, hogy milyen bázisa van a USNK-nek, de akár a többieknek is, tehát azért abban a pillanatban gondolom megfordult a fejetekben, hogy nincs tovább. Hát nagyon ijesztő volt, de miért bármit mondunk, gratulálok mindenkinek, azoknak, akik nem is jutottak tovább. Olyan annyira nem tudtunk örülni, amikor kimondták, hogy nyertünk. Persze jól esett, egy kicsit még én sokba voltam, és olyan jó lenne, hogy mindenkit lehetne vinni, de nagyon féltem, amikor ott álltunk. Mert tényleg nagyon hiszek ebben a dalban, ahogy Slash. Mondtam is. Yes, brother. How is your tattoo now? Because you mentioned it's a sensitive part of the show because it can mess up. Okay, let's talk about the music and your song. What was the difference if you compare to the first show? We did not have the dancers. Today it was just us. Just for people to listen to our vocals and see us perform together. Was it more difficult? Or I rap, bro. I'm for me, it's just I come, I spit my verse. I can do that on the toilet also. Most kipróbáltuk így. Ez volt egy verzió. Igen, bocsánat, csak Andris, csak hogy egy pár szóban, hogy elmondjuk, hogy kérdeztem először a tetoválásokról, mert Slash, amikor összefutottam, az öltözőben mondta, hogy erre nagyon kér még egy kis fixálást rá, mert hogy ez nagyon szenzitív rész, hogy bármikor le tud jönni. Utána meg magáról a dalról beszéltünk, hogy miben volt ez más, mint az első élő showban, és hogy erre mondta, hogy hát valamennyiben más volt, mert ugye mi is láthattuk, hogy nem voltak táncosok, és úgy kellett megoldaniuk ezt a mai estét, de hát azt mondta, hogy mint ahogy ezt láthatjuk, ez sikerült, és akkor erre csatlakozott Andris, bocsánat, amikor beléd folytatom. Igen, hát most nem voltak táncosok, de a döntőre visszahozzuk a táncosokat, és van egy ötletünk, hogy valami pluszt még beletenni a dalban hangszerelés szempontból, meg látványban egy kicsit, hogy nagyon örülünk, hogy... De meg van már a fejedben, hogy mi lesz az, amit még hozzá ott álltunk, ott mondtam meg, hogy jaj, nem tudjuk ezt megmutatni. Azt hittem, hogy vége. Ja, igen, de még meg lesz az a plusz, ja. Arra lesz lehetőségetek, ugyanis ott vagytok a döntőben. Gratulálok még Köszönjük. Egyszer, úgyhogy akkor majd találkozunk.